korban a királyi jogkör, vagyis a Szent Korona jogkörének volt egy eleme, egy megnyilvánulási módja. Na most tessék nekem megmondani, hogy püspököt egész Európában hány királynak volt joga kinevezni? Sem egyedül a magyar királynak. Ez egy akkora kitüntetés volt, hogy ez egyszerűen nincs mit mérni. Megpróbálták ezt a jogot megszerezni a német-római császárok, ebből fakadtak az úgynevezett investitúra harcok, amiket úgy szoktunk tanulni, és soha nem sikerült megszerezniük. Na most, ha összevetem, fogjuk mindjárt majd, lehet, hogy ma már nem, de a következőben biztosan összevetni a német-római Szent Korona által képviselt jogokat a magyar Szent Korona által képviselt jogokkal. Látni fogjuk, nagyságrendi a különbség. És ennek csak az egyik kifejeződése az, hogy a magyar király igenis investitúra joggal rendelkezett, és rendelkezik ma is. Tehát Könyves Kálmán egy nagyon rövid időre teljesen értelmetlenül lemondott. Ez körülbelül olyan, hogy lemond Antal József arról, hogy a Kárpát-alja, ami innentől kezdve, hogy fölbomlott a Szovjetunió, teljesen magától értetődő a magyar királysághoz tér vissza. Ugyanez vonatkozik a Felvidékre természetesen. Ugyanez vonatkozik a Délvidékre természetesen. De nem vonatkoznak már rá a trianoni megállapodás, ránk kényszerített egyezmények. Sem a párizsiak. De ő lemond róla. Most ez az investitúra jogról való lemondással nagyságrendileg összevethető. Tehát, hogy gondoljuk végig valamit, amit mi nem azért kaptunk, mert szép a szemünk, hanem azért, mert egyedül ez a nemzet tudja méltóképpen gyakorolni az investitúra jogot. Tehát nem él vele vissza. Ezt én visszalököm oda. Tessék, disznók közé a gyöngyöt. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek jogok, hanem ezek felelősségek. Ezek nem kitüntetések, hanem egy olyan felelősség, amivel, ha mi nem élünk, senki más nem fog élni. Ez egy bizonyos érettségre van szükség. Erkölcsi értelme vett érettségre. Na most a Hartwig püspök féle megfogalmazásban viszont egy nagyon érdekes történet fogalmazódik meg. Ezt én elmondom, mert nem mindenki ismeri. Jó? Ezt még kibírjuk? Jó. Szódával, mint Géczi Gábor mondaná. Tehát a történetnek, és akkor ezen lemérhetjük azt is, hogy milyen hitelt adhatunk mondjuk a Szent Koronának Rómából való küldése és kapása ügyében, mondjuk a Hartwig féle legendának. Tehát úgy kezdődik a történet, legalábbis ez a része, hogy a pápa, és nem nevezik meg. Aki azt mondja, hogy a második Szilveszter, az már eleve hazudik. Mert látni fogjuk, hogy Szilveszter biztosan nem lehetett. Tehát a pápa készített egy koronát, kik részére? A lengyelek részére. Mert a lengyelek kérték, a lengyel követek a királyaik részére. Kérték, hangsúlyozom. Na most, elkészül a korona, ott vannak a követek, és utolsó éjjel, mielőtt átadná, azelőtt való nap éjjelén, álmot lát a pápa. Megint mondom, név nélküli pápa. A lengyel királyt megnevezik. Hogyan nevezik? Mieszkónak. Mieszkó valóban volt lengyel király, egyetlen szépséghibája van, nem második Szilveszter kortársa volt, és mint ilyen nem Szent István kortársa volt. Tehát előbb uralkodott. Szent István és vele együtt nagyjából egyidejűleg trónra került második Szilveszter, már Vitéz Boleszlávnak volt a kortársa. Ez egy későbbi időszak. Már eleve nem lehet hitele a koronaküldésnek. Tehát mondom, Mieszkó lengyel király részére készen a korona, ott várnak a követei, akik kérik, álmot lát a pápa. Megjelenik neki az angyal, aki közvetíti magának Jézusnak a döntését, ami így szól, hogy ne add holnap a lengyel követeknek ezt a koronát, amelyet ők kérnek tőled, hanem holnap egy ismeretlen országból követek érkeznek az udvarodba, és koronát fognak uralkodóik részére követelni. Add nekik ezt a koronát. Most erre azt mondja az ember, hoppá, lengyelek kértek, ezek követelnek. Milyen alapon? Biztos fordítói fogás azért, hogy elkerülje ezt a sok kér-kér-kér igét. Jó.
Egyelőre zárójelbe tesszük a feltételezést. Na most fölébred a pápa, és mit tesz Isten? Megjelennek a magyar követek, megint nincs a továbbiakban leírva, hogy Szent István követe, megjelennek a követek. És követelnek, újra megjelenik a szövegben ugyanez a kifejezés, követelnek királyuk számára koronát. Ő visszaemlékszik az álmára, és nekik adja oda ezt a koronát. Ez lenne az írásos bizonyítéka arra, hogy második Szilveszter, aki nem volt kortársa Mieskónak, ezt a koronát lengyelek részére készítette, majd megintetvén a magyarok, azaz első, az Szent István királynak küldi, aki szintén nem volt kortársa Mieskónak. Ugye szép kerek történet, abszolút bizonyító értékű. Tehát, hogy érthető legyen. Na most az egész történetben viszont van két szó, ami feltétlenül fel kell figyelnünk. És még majd egy kis kiegészítő rész is, amire megint föl kell figyelnünk. Ez ugyanis a következő. A lengyelek mindig kérnek. A magyarok minden előforduláskor követelnek. És akkor az ember ott van, hogy most miért? Azért, mert ilyen bunkók. Tehát ők már tudják, hogy de csak pucolcipővel lehet bejönni. Bejönnek és követelnek. És akkor ember azt mondja, hogy jó, megnézzük az eredetit. Tehát nézzük meg a latint, mert ugye ezek latin nyelven maradtak fönn. És akkor látja, hogy hát igen, a lengyel követek ahányszor megnyilatkoznak, a quaero quaerere quaesivi quaesitum igét használják. Ez valóban a kér. Kérek tüzet tőle, quaero quaerere. Pontosan meg quaero, mert ugye egyes számba kérem. Tehát a hétköznapi értelembe vett kérést jelenti. Igen ám, de a magyar követek nem. Hanem ők a flagitare igét használják. Flagito, flagitare, flagitavi, flagitatum. Kész. Na most nézi az ember ugye középkori latin szótárban, és akkor kiderül, hogy igen, ennek van egy ilyen jelentése, hogy hevesen kér. Na de a példamondatok egyértelműen elárulják, hogy miért kér hevesen. Azért, mert járandóságot visszakövetel, hangsúlyozom, visszakövetel, példamondat egyértelműen adja le, és fordítják magyarra. Vagy adót behajt. Érthető? Tehát valami miatt jár nekünk ez a korona. Erre alapozódik az a feltételezés, aminek egyelőre ezen kívül nem ismerjük bizonyítékát, hogy ha egyáltalán megjárta Rómát ez a korona, akkor onnan mi csak visszakövetelhettük. Mondom, ha egyáltalán. És ez azért nagyon fontos tétel, mert egy egész sereg csatorna megnyílik, ha az ember idáig eljut, amelyeken mi egészen későbbi korokig is, tehát jó késői korokig is el tudunk tájékozódni. Ugyanis volt egy olyan korszak, ez jóval később van, amikor szintén át akarták alakítani a magyar szent koronát egy másik ország felség jelévé, vagy uralkodói fejékévé. Mert így lehetett a legbiztosabban megóvni attól, hogy a magyarok visszaköveteljék. Mikor volt ez? 1784 és 90 között. Csak akkor nem lengyeleknek, hanem a második bizánci birodalomnak a koronájává alakították át. Tehát ez előképe, mint egy, sőt valószínűleg későbben fogalmazták, mint magát a kísérletet, tehát második Józsefnek ezt az aljas kísérletét. De teljesen egyértelműen ugyanilyenről van szó. Tehát ha egyáltalán hitelt adhatunk ennek a késői betoldásnak, akkor ennek nyilvánvaló célja az, hogy egy orgazdaság-szerű birtoklást, tehát magyarul nyilvánvalóan nem a pápa jött ide fegyverben és lopta el a koronát, ez teljesen nyilvánvaló, de valahogyan, ha ez egyáltalán előfordult, hogy Rómába került, ez biztosan nem békés úton jutott oda. És akkor viszont ezt nem kérni kell nekünk, hanem követelni. És azt is tudni kell, hogy a flagitare igének ugyanaz a szógyöke, mint a flagellum igének. És mit jelent a flagellum? Ostort jelent. Kit neveztek flagellum deinek? Isten ostorán. Tehát egészen nyilvánvalóak az átrímelések, az utalások, hogy itt, ha nem adod vissza, akkor még lehet, hogy Róma előtt Attila utódai lesznek, de nem valószínű, hogy ugyanolyan kegyelmet fognak veled még egyszer gyakorolni, mint Attila tette, ugye 452-ben. Tehát
Nagyon valószínű, hogy ha itt valóban visszakövetelésről volt szó, Attila neve biztosan szóba került. Mert azért kétszer ugyanazt a hibát nem szabad elkövetni. És ha még egyszer elköveti Róma, akkor ott már nincs kegyelem. Azt egyszer megkapta Attilától, másodszor már nincsen. És ha valaki ezt a pápa nagyon pontosan tudhatta, tehát azonnal átadta. Na most ilyen módon érkezik vissza, ha ez az egész nem csak fikció. De hangsúlyozom, ez legendában, és ott is utalásszerűen hangzik csak el. Tehát ez olyan, mint egy közös közlemény. Hogy megállapodunk, hogy a kényes pontokat nem érintjük. De úgy fogalmazzuk meg, hogy akinek azért van füle a hallásra, van szem a látásra, azért látja és hallja, hogy mi volt itt az alapszituáció. Tehát visszakapjátok a koronát, de akkor az én felelősségemet ne érintsétek benne. Világos? Igen? Jó, akkor visszakapjátok, tessék. De ez a flagitare ige azért mégiscsak benne maradt, ami azt jelentette, hogy cenzúra elaludt. Vagy már kifáradtak egy nagyon hosszú éjszakai tárgyalás után. Benne maradt. És benne maradtak ezek az apró hibák, amik hát nem is olyan aprók, hogy hát azért ez lehetetlenség korszak tekintetében. Na, ennyit akkor a hiteléről, és akkor most azt a rövid kiegészítést, amit viszont nagyon komolyan kell vennünk. Tudjuk, ne felejtsük el, hogy minden hamisításnak megvan a maga logikája. Nagyon nagy mértékben tényeket kell, hát hogyan felsorakoztatnia, ellenőrizhető tényeket ahhoz, hogy az a kicsi, kevés, ami tényleges csalás, az elhihető legyen. Tehát nagyon rossz úton járnak azok, akik azt mondják, hogy rajta kaptam egy ekkora betoldott szöveget, ekkora hamisításon, és az azt jelenti, hogy minden hamis. Dehogy hamis minden. Éppen azért kell neki nagyon pontosan fogalmazni a többibe, hogy ez is elhihető legyen. Konkrét példát hadd mondjak, ott van a Csiki Székely krónika. Ugye azt nagyjából tudjuk, hogy célja mi volt ennek, és az, hogy tulajdonképpen egy birtok, hát mondjuk vitában, ennek kellett ugye bizonyítani az egyik birtokosnak az ősiségét. Tehát a cél az elég egyértelműen, hát nem éppen szentségi jellegű volt. Na de ez nem azt jelenti, hogy minden adata, tehát a rabombáni intézmény, aztán egy egész sereg konkrét adat, az mind hamis, dehogy hamis. Épp azért kellett, hogy belevegye, mert csak így vált elhihetővé. Na most ezért nagyon fontos, hogy még a betoldásban is, a Hartwig legendában figyeljünk csak oda, hogy mik hangoznak el. Ugyanis ez a legenda a három közül az, amit a Vatikán ma is, sőt egyedül ezt ismeri el hivatalosan, hát hogy mondjam, érvényesnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon figyeljünk oda, mert a jelenlegi, hát római főhatóság és egyházi főhatóság is ezt tekinti hiteles. Tehát kanonizált Szent István legendának. Na most mit mond az a pápa, aki ott nincs megnevezve, a magyar követeknek, amikor végülis átadja nekik a koronát? Azt mondja, menjetek haza, és mondjátok meg uratoknak, hogy, ja, és add vele együtt, bocsánat, ezt kellett volna kezdet, add vele együtt egy olyan keresztet, amit mai napig a koronázásokon használnak, ez a apostoli keresztnek nevezett kettős kereszt. Ez tényleg a koronázási jelvények között van, elég baj, hogy itt nem reprodukálták, tehát az első menetben, sőt, egyáltalán nincs is kiállítva a koronázási jelvények között. Na, minden esetre nagyon fontos az itt elhangzó szöveg, menjetek haza és mondjátok meg uratoknak, hogy mi, akik küldjük, csak apostolikus vagyunk. A csakot nem én mondom hozzá, ő csak apostolikus, vagyis apostoli, míg a ti uratok maga apostol. Most hangsúlyozom, ezt pápa fogalmazza, és a jelenlegi pápai főhatóság ismeri el hitelesnek. Most akkor egy kérdés van. Melyik a magasabb szellemi szint? Az apostolé vagy az apostolié? Akkor most a magyar király, a magasabb szakrális szint vagy a római pápa? Most ezeket kellene, de ezt tényleg tessék leírni, mint példát. Tessék utána nézni, ha kell a latin eredetiben. Az nem létezik, hogy egy magyar ember úgy nőjön föl, hogy nem ismeri ezt a példát. És akkor azt mondja az ember, jó, ti ezt mondtátok IV. Károlyról, valószínűleg rosszul voltatok tájékoztatva. Én most nagyon finoman fogalmazok.
Valószínűleg rosszul voltatok tájékozva, de ez a magyar király szintjén már nem érvényes. És miután jelenleg nincs személyes magyar király, én